Idén is a Körösi adott otthont Kőbánya egyik legkiemeltebben kezelt ügyének, a kerületszépítő mozgalmak díjátadójának. Az eseményre 2018-ban 8. alkalommal került sor, mivel a városvezetés 2011 óta ismeri el a környezetért és annak szebbétételéért végzett munkát a lakosok körében. A Hős utcában már nem lehet a helyzeten változtatni, tehát egy teljesen más közegre, környezetre van szüksége mindenkinek ahhoz, hogy új módon élhesse az életét. Szerencsére, akik elköltöztek, hiszen a nyomonkövető rendszerünk is működik, ezt így élik a mindennapokban. A rövid történet az talán az, hogy a tavalyi évben ünnepeltük a fővárosi zenoktatás 60. évfordulóját. Amikor ez megindult, akkor Kőbánya a 8. kerület egy részével és a 17. kerülettel tartozott úgynevezett egy körzetbe. Később aztán szétváltak a kerületek, és 50 éve annak, hogy a Kőbányai Zeneiskola önálló intézményként működik. Második alkalommal kerül megrendezésre Budapesten az Etnofest Budapest nevű nemzetközi fesztivál. Együtt dolgozunk a kőbányai szerb önkormányzattal, akiktől helyszíni és anyagi támogatást is kaptunk. Idén Görögországból, Horvátországból, Kirgizisztánból, Litvániából és Magyarországból vesznek részt együttesek a fesztiválon. A kutya nem érzi magát jól, hogyha emberiesítik, mert nagyon sokan ezt teszik. Ugyanúgy, mint az ember, nem szereti és nem érzi jól magát, hogyha állati sorban tartják, vagy úgy viselkednek vele. Mert a Jóisten nem oda és arra teremtette meg. Úgy gondolom, hogy aki felelős kutyatartó, illetve némi tapasztalata már a környezetében van ismerősök, más családtagok részéről, akkor azt ugyanúgy, mint egy kisgyermeknél látja, hogy valójában abba a kutyába a vitalitás, a jókedv, hogy ő mosolyog, hogy ő jól tudja magát érezni a nap döntő részében. Ez mindenféleképpen visszajelzést ad ugye, a környezet különböző ingereire.